mit csinálsz? Jössz le rögtön a gázre, Zsolt? Ide az ollót, nem szabad. Rettenetes. Megint ledobtad az ágykéről a mosarat. Nem csak a többségi óvodákban és általános iskolákban vannak tehetségek, hanem a gyógypedagógiai intézményekben is, hiszen a paralimpiákon és az egyéb világversenyeken úszóink, atlétáink is nagyon jól teljesítettek, ők képviselték az országot. Jelenleg a legnagyobb tervem a paralimpiára való kijutás. Előtte persze még van feladatunk, most lesz Berlinben az Európa-bajnokság. Most készülök majd egy világversenyre, ami Athénban lesz majd 20-án, június 20-án. Sok mindenről kellett lemondanom, ugye jégkoriról meg a fociról, de igazából nem bánom, tehát úgy veszem észre, hogy az az úszó álom, amit elterveztem, az végül is bejött, és szeretném ezt folytatni. Nagyon fontos a tehetségeknek a korai felismerése és az azonosítása, és nem csak a többségi gyerekeknek, hanem azoknak a gyerekeknek is, akik valamilyen speciális nevelésben részesülnek, akik szintén ki tudnak bontakozni, akiknek a pozitív oldalának a fejlesztésével sokkal jobban meg tudjuk oldani a gyenge oldalnak a fejlesztését is. Erre is fel kell készülni a pedagógiának és a pedagógusoknak.